Én nem tudok segíteni, a kísérők talán tudnak. Ők talán tudnak. Mit tanácskoztak? Tovább megyek. És hogyha nem ezt mutatták volna önnek, akkor is játszottam volna tovább. Sejtettük. Jó, csak hogy meglegyen otthon a béke, azért gondoltam, hogy ezt... Nos, akkor bekerül tázol. Még egy piros, még egy tüzes golyó ide a gépbe, most már mind a kettőt el kell kerülnie. Igen, összekeverjük őket. Hát most már jó lesz. Megállítjuk. Önön a világ szeme. Nagyon szeret. 360 ezer forint. Ezt visszarakom, hogy gratulálni tudjak. Remek játék volt, és még találkozunk velük. Gratulálok, nagy forgalom lesz holnap az üzletben. Játék szabályaink szerint ma 3x 200 ezer forintot sorsolunk ki azok között, akik pályáztak játékosnak, de nem kerültek be a játékosok közé. Úgyhogy ezt a Dröty és a számítógép most ezt sorsolja ki. Ebből a 200 ezer forintból sem kell már adót fizetni annak, aki megnyeri, és nézzük, hogy kik a szerencsések. Kullai Zoltánné kecskeméti játékosunk, Petrekovics Sándorné halászi, és Szőlős István szegvári játékosunk. Gratulálunk mindhárom nyertesünknek, 200 ezer forint a nyereményük. Jó napot kívánok, gratulálok sok szeretettel, mert azt látom, hogy nyertes, azt nem tudom, hogy a három nyertesünk közül melyik. Szőlős István vagyok, Szegváron. Ilyenkor meg szoktam kérdezni, hogy mire fordítja a pénzt, három válasz van. Egyes, építkezünk, kettes, nagy a család, hármas, majd a feleségem megmondja. Legyen az az X, melyiket választja? A harmadik. A feleségem megmondja, gratulálok. Figyeljék Dömsödi Gábor kezét, pillanatokon belül kiderül, hogy ki lesz a negyedik játékos a lögdösődő asztalnál. Azt dolgozni kell. Vajon melyik szektorban van a szerencsés? Megkavartam. Hát erre nem jöttünk volna rá, ha nem mondod. Kihúzom, megmutatom, felolvasom, piros hetes. Éva. A lögdösődő előtt Éva mondjon magáról néhány bemutatkozó mondatot. Benkőné Maka Évának hívnak, Budapestről jöttem. És háziápolással vagyok otthon. Ki kísért el, ki szurkolonért? Az édesapám és a kisfiam. Nézzük meg, hogy hol ülnek. Önök előtt a lögdösődő asztal, és Gábor hamarosan elmondja, hogy mi minden található benne. Hát igen, hogyha ilyen alapú játékot játszunk, tehát hogyha 360 ezer forint az alapnyeremény, akkor a lögdösödő asztalban 8 helyen 50 ezer forint található, 3 helyen 100 ezer forint, és egy helyen ott a jackpot, ami ma 2.531.250 forint. Nekem pedig a műsornak ezen a pontján tisztem elmondani, hogy egyikünk sem tudja, hogy hol van a jackpot, hiszen közjegyző jelenlétében a sorsolási bizottság helyezte el. De jobb is ez így, mert legalább nem izgulunk annyira. Abban a sorrendben helyezhetik el hengereiket, ahogy játszottak. Éva kezdi, hova tetszik rakni? 8-esre. Ezt persze meg kell mondani, hogy állva kell maradni. 6-osra állva kell maradni 30 másodpercet, dacolva lögdösödő a hengernek. 9-esre. Éva, megvan még az asztal, amit kinézett magának? Megvan. Úgyhogy én a 7-esre tenném. Igen, tessék csak jönni. Hát nem tudom, hogy ez az állás ez jó lesz, vagy inkább veszélyesnek mondható. Ez majd kiderül a 30 másodperc végén. Ahogy minden esetre kinyitjuk a búrát, hogyha volt, felkészültek, volt, akkor tanárom elindul. Tanárom mondta, sajátos, sőt éppenséggel egyedi, akik tanultak nála, tudják, hogy ki volt. No hát 30 másodpercet fog ez itt így ugrálni. Most, amikor kihagyjuk a jelszót, hogy emeljük a búrát, indítjuk az órát, most 30 másodperc. Hozzá mindent a szemnek, mindent a szájnak, semmit a kéznek. Látom, van kutya a családban. Jaj. 14-nél. 14 másodperc. 12, 11. 9 másodperc, 8. Itt a számlálás van, tartsák itt. 6 másodperc, 5, 4, 3, 2, 1, 2. Most árulja el, hogy ezt a technikát, ezt hogy találta ki. Van egy kiskutyám, és nem kis mindig ezt mondta. Nála bejött, tehát bevált itt is.
Nem tudom, mit érezhet Anita, akinek feldőlt a hengere. Nem tudom, mit érezhet a lögdösődő, aki nagyon elfáradt. De hogy én frászt kaptam ez alatt a 30 másodperc alatt, és úgy szurkoltam önöknek, az biztos. Azt hiszem, az a legkevesebb most, hogy a lögdösődő mit érez. Törődjünk inkább a játékosok érzéseivel. Azért ő is csak egy kolléga, nem? Összenőttünk itt néhány év alatt. Hát, Éva, Éva, kinyitja ki. Tessék eldönteni. Dönthet, tessék kinyitni. Én is kinyitom. Dorottya, olvasod? Persze, minden évvel figyeljük és nézzük. 100 ezer forint! Sárga henger következik. Tamás, nyissam. Dorottya, nyissa ki. Dorottya, olyan szépen tud nyitni. Na jó. 50 ezer forint Tamásé. Éva. Nagyon szépen köszönöm, én is szerettem volna elvállalni. 50 ott is 50 ezer forint. Hú, most nagyon félve, azért én vállalom a hálátlan feladatokat is, megnézem a 9-est, ami volt. 50 ezer forint volt, drága Anita, 50 ezer forint. Most pedig segíthetnek önök is, keressük meg együtt, hogy hol volt a jackpot, nyugodtan nyissák ki. Ott se. Ott volt. Na hát azt úgy feldöntötte volna, Itt a 4-es, igen, itt sokat járt. Háromszor itt nagyon sokat lögdösödött a lögdösödő. Nézzük a nyeremény összegeket. Éva 242.500 forintot visz haza tőlünk. Tamás nyereménye 106.250 forint. Anita maradt az eddigi nagyon szép összegnél 360.000 forintot ért. Negyedik játékosunk, Éva jutalma pedig 50.000 forint. Játékosaink összesen ma este 758.000 és még 750 forintot nyertek. Gratulálunk! Remélem önök is